November 27-e a véradók napja. Ebből az alkalomból vármegyeszertek köszöntötték a rendszeres véradókat. Így volt ez Kazincbarcikán is, ahol a Mezei István Művészeti Központba várták azokat, akik vérükkel járulnak hozzá mások egészségéhez. Az ünnepségen Kis Miklósné, a Magyar Vöröskereszt Észak-Borsod területi szervezetének elnöke köszönetet mondott a véradóknak azért a jó cselekedetért, amivel meghosszabbítják vagy megmentik mások életét. Klimon István alpolgármester pedig arra buzdította a jelenlévőket, hogy legyenek legalább egyszeres, de inkább többszörös véradók. Az eseményen ajándékot vehettek át azok, akik minimum 25 alkalommal adtak már vért, de volt az ünnepeltek között olyan is, aki százszoros véradóként vehette át elismerését. Mint megtudtuk, a kazincbarcikai véradók közösségére a rendszeres és következetes összefogása jellemző. Ha valaki elér egy olyan magas véradó számot, hogy 50-szer, 60-szor, vagy akár 90-szer, 100-szor is adott már vért, az azt jelenti, hogy életvitelszerűen ő neki ez hosszú évtizedek óta már gyakorlattá vált, hogy önzetlenül a célra koncentrálva segítsen azoknak a betegeknek, akiknek a gyógyulásához a vér, a vérkészítmény elengedhetetlen.